Jó estét mindenkinek, folytatjuk a estét. Egyetlen programpontunk maradt ma éjszakára a hivatalos meghirdetés szerint. Egy kis megemlékezés Szent Marathoni Bélára, aki 20 évvel ezelőtt halt meg, és 77 éves lenne, ha köztünk lenne. Ugye 1931-ben született, és két évvel ezelőtt ünnepeltük a születésének az évfordulóját, most pedig sajnos a halálának az évfordulóját. Miközben a észlelő réten, a tárcsövek között, mindenféle megoldások között szédelektünk, nekem többször is eszembe jutott az öreg Béla, aki nagy távcsőépítő volt, és a mozgalomnak a egyik nagy hajtómotorja, hogy vajon mit szólna az öreg Béla, hogyha most itt lehetne, és láthatná ezt a hatalmas tömeget, ezt a rengeteg, sokféle nagyon jó műszert, ami neki mindig is szívügye volt. A mai estén először Kesztei Sándor fogja áttekinteni Szent Marathoni Bélának életének az a legfontosabb állomásait. Már láthatjátok is itt a háttérben a címet. Utána Ülvárosi Anti egy más szempontú visszaemlékezést fog tartani, és végül Tihanyi Pista, nem tudom mit vagy a Pistát, mint a köztünk levő legöregebb albireós, regélhetsz arról, hogy miként vettétek fel a kapcsolatot Bélával, egy-két anekdotával fűszerezve, és akinek még van élménye Szent Marathoni Bélával kapcsolatban, hozzáteheti a magáét. Teljesen nyitottak vagyunk, és támogatjuk is az összes hozzászólást. A kocsmában még próbáltam embereket toborozni, de úgy látszik a soproni gyártású csapolcsör sokakat odaszögezett már a padhoz. Béla Sörissza volt? Vagy Borissza? Martinis volt, Martinis. Martinis. Martinissa. Kosanyi. Jó. Hát látjátok, egy Somogy megyei Kaposvártól délre, Kaposvár és Szigetvár közötti kis falu, egy teljesen átlagos Somogy megyei kis magyar falu. Látta meg a napvilágot szüleinek az egyetlen gyermekeként a 1931-ben, és hát ott végezte, ott cseperedett fel, ott végezte az elemi iskolákat, és aztán Kaposvárra került a ottani fiúgimnáziumba, és ott érettségi, ott tehát középiskolába is érettségizett, ami hát azért nagy dolog volt a 1940-es években, hogy valaki érettségizett, és az ma egy egyetemi végzettséggel felérő hát végzettséget adott. Mehet? Mit? Bal? Jó. Igen. Várjál, akkor vissza. Igen. És akkor hát ez egy fiatalkori képe. Hogy kell? Bal? Igen. Csinál, mint egy egér. Csináld nekem. Csináld? Jó, ez 1900, látjátok, ugyanez ez katonai képe, 1950-es években. Hát kiskorában nem mehet, igen. Aztán Kaposváron a Somogy-megyei tanácsnál hivatalnoki munkakörben hát dolgozott, és tulajdonképpen az 1950-es évek közepén kezdett érdeklődni a csillagászat iránt, és még azt mondom, teljesen átlagosan az akkori híreket figyelve, vagy csillagászati űrkutatási eredményeket értékelve egy átlagos ismeretterjesztő csillagászként működött, mehet. Nem tudom, mi van itt még, igen. És hát látjátok, belépett 64-ben a csillagászat baráti körében, és tulajdonképpen valószínűleg az angol nyelvtudása vitte oda, hogy írt Angliába, Amerikába, és kereste az ottani csillagász körökkel a kapcsolatot. És akkor hát történt az benne, ami mehetünk egyet? Igen. Hogy ő, hát természetesen, erről bocsánatom, teljesen a megfigyelések iránt érdeklődött. Tehát ő, amit látott, amit megfigyelt, lerajzolt, ez
hogy láttam én, hogy látta a másik, hogy látták külföldön, mindig ez érdekelte, és ezen belül leginkább a ködök, és hogy ugye nyílt halmazok, gömbhalmazok, galaxisok, diffúz ködök, planetáris ködök, mert ez akkor még egy nagyon feltáratlan dolog volt, hogy amit most mondom kell, hogy mély jég, ezt is ő vezette be a magyar közforgalom, a Deep Sky, a mély jég fordítást ő tette meg. Amikor azt mondjuk, hogy mély jég, ezt őnekik köszönhetjük, hogy ez akkor külföldön is olyan különlegesség volt az ottani amerikai amatőrök között is kezdték ezt, hogy hát ilyen műszerben így látszik, egyáltalán látszik-e, és ő ezt rögtön átvette, és próbálta itt a amatőr társak között terjeszteni. Ez fogta őt meg. Ez itt egy Sky Telescope-bali 67-ben egy cikke, bár na most itt látjátok egy ilyen fényerős távcsövet, na most a másik az, hogy ehhez ugye nem voltak azok ez távcsövek kellettek. A távcsövek közül se akármi lehetett, mert ócska, rossz minőségű távcsövek azért voltak, de azok között is fényerős, tükrös távcsöveket csinált. Egész fantasztikus F5-ös, F4-es, F3-as, nagyon-nagyon fényerős, tükrös távcsöveket csinált, és a főtükört ő csinálta ilyen. Most itt már ugye parabolizálni kell. Ez már nem megy csak úgy hasra. A Kulin György rengeteg tükre F12-es, F10-es volt, de a Béla ilyen F3-as, F4-esre lement, és ott kellett a parabola felület. És ő ráállt a tükörcsiszolásra, és magának, kaposvári barátainak, az ország amatőr csillagászainak csinált fényerős tükröket, megteremtve, hogy hát akkor nézzétek a diffúz ködöket, a galaxisokat, a mélyeget. Ugye a mélyekhez nem kell nagy nagyítás, mert még a minden mélyég több ív perces, tehát nem mint a bolygók, hogy másodpercekben mérjük, hanem a több ív perces, és oda az kellett, hogy nagy felület, lehetőleg persze nagy fényvödör, és fényerő. És elég volt kis nagyítás is. Ő ezt propagálta és vezette be a magyar amatőr csillagászatba, de úgy, hogy még ráadásul egy távcsőtükör gyártóként is működött. Mehetünk. Igen, ez látszik ugyanitt, ez egy ilyen F3 és feles 15 centis tükrös távcső. És aztán ez rengeteg külföldi egyesülettel, amatőr csillagászra vette fel a kapcsolatot, írt neki, ugye akkor posta volt, megírta a levelet, elküldte angol nyelven, és akkor írtak neki, küldtek neki folyóiratokat, és akkor ezeket az anyagokat lefordította, tehát, de itt hát nyilván Sky Telescope, de aztán angol, más amerikai, legalább 10-15 folyóiratban rendszeresen fordított. Na most ez a lefordította, kézzel leírta, legépelte, és annyiba indigót tett alá, ugye nem volt fénymásológép, nem tudom akkor még miért nem volt, de nem volt. És akkor ezt posta jutott, tehát vagy a kaposváriak között kiosztotta, vagy pedig szétküldte postán. Úgyhogy ezek a fordítások ma is keringenek, aztán újra és újra közlődnek az ilyen amatőr csillagászok kiadványokban, mert élvezetes stílusúak voltak eleve a cikkek, és ő ezt nagyon frappánsan lefordította, hogy észle, mit kell nézni, milyen hakisnagyítással nézett nagyobbal, mit kell fölírnod, hogy rögzítsd azt az élményt, és oszd meg másokkal. Menjünk egyet? Igen. Ez most És akkor... Mit? Igen, ez... A híres. Melyik? A jobboldali ifjú Teplicki István. Kis első gimnazistaként. Igen. Garamvölgyi Ferenc, Szentmártoni Béla, bocsánat, ezt nem tudom, ez az is... Na, nem tudom, jó, ez... Várjál, én bálok. Thank you.
a Trex, várjál. Katyi Ferenc, igen, Katyi Ferenc, Vörös József, Trexler László, és Teplicki, ja, bocsánat, Juhász Tibor. Juhász Tibor, Trexler és a Teplicki, ez Trexler, László, Vörös József. Esztergomiak. 1974-ben készült Tatán, a Tatai csillagvizsgálóban. Akkor nyitották meg 1973 őszén, és akkor ott valami találkozó volt, összejöttek a Komárom-Esztergom-Merei csillagászok. Na most 1971 tavaszán megalakított az Albiró Amatőr Csillagász Klubot, ami hát 1971-ben egy valamit alakítani, csak úgy, hogy jött az Ivaszta mellett, azt mondta, hát ez nagy merőség, és bizony hát egy nagyon szép dolog volt. Kaposvár megalakította, először a Tídbe, akkor összeveztek, akkor a művelési házban tartották az összejövetet, és azok adták ki az Albiró lapot, és 1971 óta gyakorlatilag az Albiró működött. A következőképpen minden észlelést leközöltek. Tehát mindenki, ami még, vagy kettős csillag, vagy ilyen más témáknak a leírásának, minden kis pöcsös gyereknek a kis fiassuk észlelését keresztül leközölték. Na most ez egy olyan élmény volt, ugye a kis 15 éves gyerek, vagy kislány, mindegy, és ugye meglátta ezt, megnézte azt, és leírta pár szóban, ezt leközölték. Ugye, és akkor ilyen stencillel, később ilyen rotaprinttel, de nyomdai úton sokszor is elvesztették. Tehát ez egy olyan döbbenetes élmény volt az akkoriaknak, ugye, hogy megfigyelek valaki, leírom, beküldöm a Bélának, Béla legépelte, és egy hónap múlva ott olvashatta, hogy olvashatta ő és mindenki, hogy ez egy rettenetesen feltuningolta mindenki, lelkesek lettek az emberek, látták, hogy érdemes észlelek, és amennyi, annyi, néha dugig volt ilyen egyszerű észlelésekkel, persze komolyak is voltak, és akkor ott láthatták az emberek, hogy én így látom, ő úgy látja, ez nem látta azt a nyúlványát annak a galaxisnak, a másik igen, nagyobb távcsőben, nagy nagyítással igen, és akkor hát ezek így nagyon jó kis közösség is alakult ki, részben a Béla kaposvári barátaiból, meg tágabban az egész ország amatőr csillagászaiból, hogy mi észlelünk, mi vagyunk az, akik ugye hát olvashatók a neveink, és nagyon az emberek, úgy doppingolta az embereket arra, hogy úgy megfigyeljenek, és jobb távcsövet építsenek, jobb leírásokat csináljanak, próbálnak jobb körülmények között észlelni, és akkor Béla sokat járt egyébként, tévhit az, hogy ő mert hát meg kell mondani, hogy ugyanakkor ugye volt a Meteor című lap, a Uránus csillagvizsgáló kiadásán Bartolos szerkesztésében, az egy talán egy ilyen német stílusú, merevebb lap volt az első három évében, és ott is hát leközölték az észleléseit a népnek, összesítve, meg feldolgozva, és kis hát eltérés is volt a két egyszerre indult lap között, de hát ők az albírósok ezek ugye mély kettős témában működtek, eleinte nem is volt benne más, aztán később hát volt egy kis rivalizálás, hát ne tagadjuk, a két csapat hát versenyzett, hogy ki tud több észlelést, két észlelőt mozgatni, és hát mai szemmel azt mondjuk, egy nemes verseny volt, na, borítsunk fájtlat erre a múltra, hogy bántottuk egymást meg, de egy nemes, mert hát mi rosszabb, hogy nézed az eget, és beküldöd az észlelést, és megjelennek, úgyhogy. Na, visszatérve arra, hogy Béla azért sok helyre elment titrendezvényekre, tehát szakkörvezet találkozókra, CBK találkozókra. Én nagyon sok hát helyen megtaláltam őt, csoportképeken és ilyen a névsorban, hogy ő azért ott volt. Ő Somogy megyén belül a titkiküldte, vagy ő elment maga pénzén, és
hát próbálta a társaságot keresni. Ugye ilyen alkalmak, ezek a, mind a mi táborunk, vagy akkor voltak ilyen nagy rendezvények, hát ott találkozott egy évben egyszer össze a nép, és hát akkor ott senki nem tiltotta, hogy ott a mélyegekről, az albéró ügyeiről is beszélgessenek az emberek. Menjünk egyet? Na, ez aztán ő tett is, 1900, ugye két évenként, páros években voltak a nagy CBK találkozók, amikor hát mindenki találkozott mindenkivel, és akkor ő tett kísérletet Karcagon egy ilyen kifejezetten észlelő amatőr csillagász nagy rendezvény megrendezésére, azt hiszem 1974-ben és 1975-ben Karcagon tartottak egy nagy happeninget, és ott tényleg, hát akkori szemmel ez egy nagyon nagy rendezvény volt. Hát itt Pap Jancsi, Juhász Tibi, Kiszelviri, ki az ott az a Orha Zoli, Balog Imre. Az Orha, ez itt a Bélától balra. Igen. És hát stb. Igen. Nem tudom, ez a Zsabó Ing volt a divat, nekem soha nem volt ilyen tarka. Hosszú haj, az természetes volt, hát mesélyekben, de mindenkinek hosszú haja volt, de még ez a tarka-barka ilyen... Igen, trapéznadrág is. Hát ez az akkori kor. Úgyhogy Karcag mellett ilyen egyhetes, és hát körülbelül ilyen, mint a mi táborunk. Mondjuk meg őszintén, hogy éjjel észleltek, nappal meg, hát nem tudom, előadtak és kirándultak, és igen. Aztán, igen, ez egy nagy tábor, hát például a palacsintesítőnk, a Jankovics Zoli, Sors Zoli, igen. És így tovább, szerintem Újváros is rajta van, valahol, Hun. Hol vagy? Jobb szélen. Nem tudom, közel vagyok. Újváros, Tony, valóban. Ja igen, ez vagy te, szakállas voltál? Ja, most is azt jó, 1974 vagy 75, nem tudom, vagy 76, igen. Hát most a többiek híres, még van, aki ebből híres ember. Ott nagyon, hát ez egy ilyen összetartást volt a mozgalomnak, és két ilyen nagy táboruk volt Karcagon, azt utána, hogy leállították, vagy ők még akar, a harmadik nem sikerült valami közbe talán. Talán a BM meg tudja mondani, hogy a harmadik még nem sikerült. Mehetünk. És igen, hát itt a Szentnál. Na most akkor ezt csinálta a Szentnál több a 10 éven keresztül, a 71-től 81-ig, ugye havonta lapot szerkeszteni, az iszereseket begyűjteni, feldolgozni a lapot, kiadni, szétpostázni. Hát ez mind manuális üzem volt, és akkor a külön kiadványozat adott ki, külön fordításokat, ami nem annyi anyag gyűlt össze, akkor ők ilyen külön a változósoknak, a mélyegeseknek külön. Na, mert hát ilyen, ugye eleinte nagyon idegenkedett a Béla a változócsillagászattól, és akkor egyszer csak elkezdte, engedte először, hogy a labban legyen változócsillagászat, sőt, ő maga is észre. Tehát ez a magyar amatőr váltott csillagészlelésnek akkor gátat megnyitotta, amikor a Szentmártoné kiment és megnézett váltott csillagot, beküldte, akkor az valami, akkor lendült, én azt mondom, akkor valamikor 74 körül lendült fel a magyar váltott csillagászat, váltott csillag füzeteket adott ki, fordításokat, és hát ő ezt begyűjtötte, küldte ki Avsónak, Moszkvába, a Sternberg intézetbe, igen, ahol katalogizáltak a váltócsillagokat. Na és akkor ezt csinálta jó 10 évig, ugye ez a taposó malom, hogy sokám ez gyerekek egy lapszerkesztés rettenetes, mert mindig ismétlik, minden egyes hónapban havi lap volt az Albireo, és mindig az anyagok jöttek, önnek el kell dönteni, hogy mit rak be, az észlelések mellé még mit fordít, milyen cikkeket ír, és akkor ki kellett adni, de már jött a következő. Tehát ez egy ilyen olyan hát rendszeres volt, ami azért eléggé felőrölte őt. Akkor csak írógépek voltak,
azt ő leadta valami nyomdába a Kaposváron, és akkor utána tette. Úgy Juhász Tibi volt az, aki átvette tulajdonképpen az Albér szerkesztését, és akkor Béla inkább így rendezte a sorokat a háttérbe, akart egy ilyen nagy, hatalmas, még magyar, még albumot kiadni, tehát hogy a magyar amatőrök így látják. Különben ebből sok mindent kiküldött külföldre, hogy egyes még típusok meg is jelentek, hogy milyen magyarok milyen mélyeket észleltek, mert ez visszahatott. Ugye mi kaptunk onnan impulzusokat Amerikából, a mélyekről, de vissza is jelzett ő is. Akkor ő ezt akarta rendezni, és ugye hát akkor a Tibire bízta, Juhász Tibire bízta magát a lap szerkesztését. Menjünk. Itt hát a Béla, hát ez valami őrült ronda kép, mindenféle valami raktárépület, ez még mindig Karcagon van, menjünk tovább. Igen. Hát itt a fiatal Ifskum Jóska középen, a napkirály, és ez a gyapjas, ez egy fiatal változata az itt ülő Tihanyi Pistának. A Béla. Rengeteget cigizett, rengeteg erős kávét, ő presszóba, Szent Márton Béla nem ivott, mert azt mondja, ez gyenge neki, ő vitte mindenhova a kávéfőzőjét, és ő ott csak azt itta, tehát ő bedugta a méreg erős kávékat, főzött. Hát éjszakázott, ezt nem is kell mondanom, nyilván kialakult egy kedves baráti kör körülötte, akik meglátogatták. Mai észre nem is tudja az ember, hogy nem volt telefon, most ezt nem hiszitek el, nem volt telefonja senkinek. De mégis, igen. És mégis bementünk, és bekopogtunk, vagy becsöngettünk hozzá, és akkor szervusztok, gyertek, üljetek le. Szóval nem kellett odaszólni, hogy jöhetünk, nem jöhetünk, mikor jöhetünk. És a kaposvári lakása ilyen értelemben mindenkinek egy ilyen oda zarándokló hely volt, aki bármikor éjjel kettőkor, de ért fizikálisan, tehát egy Templiszki becsöngetett éjjel kettőkor, nem volt gond, ajtót nyitott, és szevasz, és nem mondhatta, hogy mire szóltál ide, mert ugye nem volt mobil. Úgyhogy ott egy családi háznak a két szobakonyhájába csinálta az albérot, a külön kiadványukat, a levelezés, rengeteg levelet írt, hát én is pár ezer vagy tízezer levelet megírtam, de a Béla biztos nálam többet írt, úgyhogy örülök, ha hallom, hogy megőrizték ezeket a leveleket. Én sajnos, mikor megválaszoltam, kidobtam, de hát ez a jellegzetes szép írásával, olvasható írásával. Igen? Jó. Igen? Fotográfus, akkor a Szilberkarcsi. Igen, valaki mindig fotózta ezeket az embereket tovább. És akkor igen. És igen. Az udvarából volt észre. 1970-es években még Kaposváron is azért jó ég volt. Én ugyan Pécsen laktam, de Pécsen is állatúi fényt lehetett látni. Én nem tudom, hogy akkor mi nem volt ennyire, a városok se ennyire kivilágítva, ő pedig innen mélyegezett. És egy sok távcsőben volt a legnagyobb, egy 19,5 centis, majdnem 20 centis ilyen F5-ös vagy F4,9-es tükrös távcső volt, amivel aprította azért az eget. Hát természetesen végignézte nem csak a Messiert, hanem az NGC-nek is a több száz fényes objektumát. Igen. Igen, hát ez itt, ez az írása, hát ez egy, aki ilyen írást talál, ez egy nagyon érdekes, jellegzetes írása volt, felismerhető. Így a leveleit így írta, és a fordításait is így írta le először. Ezeknek a nagy részét ő legépelte rögtön, vagy bizonyos idő után legépelte. Ezt most digitalizálja Gyarmati Pista, hogy ez a rengeteg szkájnteleszkóp, meg egyéb lapoknak a még rovatának a fordítása, ez nagy része most már az interneten fönn van, az ilyen mélyekkel kapcsolatos, érdekes cikkei. Igen.
Igen, hát ez, és mondom, eljárt sok rendezvényre, és hát itt mindenféle emberek, kiki is ismerje föl magát, vagy a 1986-87-ig benne volt a mozgalomban, mindenhol az, majdnem mindenhol ott volt. Igen, ő az a, itt a Szent Mártoni. És Szombathelyen van a Megyei Művelési Központnál, igen, előtt. Valami 85-ben lehetett. 87-ig benne volt, és akkor valami történt vele, én ezt, hát az ember nem vájkál más ember életében, hogy most mi baja volt, hogy szívpanaszaival látása romlott meg. Tény, hogy idő előtt nyugdíjazták, és akkor visszaköltözött a szülőfalujába, a szülői házba, és pár évig ott még onnan is intézte az albéreó és a mozgalom dolgait. Azt meg sem, persze természetesen, azt hiszem lesz majd róla az év, 1982-ben Kaposváron, Kaposvárra került a Csillagászló Baráti Körre országos találkozó 82-ben, de ezt megelőzően ott építettek egy bemutató csillagvizsgálót, ami hát azért nagy dolog a TIT és a város létesítette, vett egy telket, előadó termekkel, illetve volt a tetős csillagvizsgálók a műszerekkel, és az el is készült 82 nyarára, és akkor őt ebbe úgy, hát félig megfogadták a tanácsait, hát dörmögött sokat, hogy fűnyírő traktort vettek, és nem mit tudom, ilyen nagyobb műszer, de mindegy, szóval létesült ott, és akkor a 82-es találkozón ez egy fénypontja volt, hogy a mozgalom oda ment Kaposvárra őt, és ő megkapta a legnagyobb kitüntetést az akkori, hát amatőr csillagász munka, az Erinvári emlékérmet a Kulin György kezéből. Talán lesz is ilyen kép, ha megyünk. Igen, ez ugyanek kinyitva. Igen. Igen? Igen. Igen. És menjünk, ja, itt ez is a Szombathelyen, Iskó Szent Mártoni, ott napot mutatnak, vagy észlelnek. Igen, ezek a volt ilyen amatőr csillagász megfigyelési tanfolyam, bár a Vértes Ernő szervezte, de ezekben, hát ugye, mint megfigyelők, mindig volt egy ilyen, hogy az ismerterjesztő kontra megfigyelő csapat. Tehát ugye hát mi azt mondtuk, hogy az az igazi ember, az igazi magyar ember, aki észlel, és hát voltak, akik azt mondják, nem csak, ugye, és ez a megfigyelési tanfolyam, ez ment vagy 6-7 éven keresztül, minden témakört része, ezt hiszem a napésztelési része volt ennek. Kocsis Tóni? Igen. Aztán? Igen, hát itt kicsoda. Hát ez első Tuboly Vince Egyhácsár, illetve Bánfalvi Péter, ebben a Tuboly, igen, Bánfalvi Peti, ismert terjesztés a Béla. Igen, ez is ott. Tuboly, igen. Iskum és Szent Mártoni, ilyen. Hát az akkori technika, gyerekek, ilyen volt. Na és itt van hát dr. Kulin György, a nagy mozgalom atya, és Szent Mártoni az észlelő mozgalom nagyja. Hát itt találkozott össze egy pillanatra, Kaposváron átadja neki a zenivali emlékérmet. Igen. Itt pedig Kulin, mindegy. Ez háttal, ez nem érdekes most. A Béla és a Kulin. Igen. Jól esett neki. Ez Mogyoros Imre magán birtokán lévő kis bodega csillagvizsgáló, egy ilyen kis budiféle, letolta a budit, és akkor igen. Sok helyre ment, és ez már az első színes kép, látjátok, ez a 81-ben lehet, egy 81-82-ben. Ez azt hiszem 30 centis kukker, és a Bélát itt lefotózták. Igen, hát ez pedig az ő portréja, igen. És hát és akkor, hát, tehát mikor 88-ban, egyszerűen ebben a házban este lefeküdt, és reggel járták, hogy nem jön ki, és kopogtak, zörögtek, és hát meghalt 1988 májusában,
Tehát az mennyi volt? Hát, mennyi volt? Ó, hát csak 58. Igen, valószínűleg a szíve fölmondta, az 57 éves korában. Nagyon sokat dolgozott, nagyon sokat nyilván észlelt, és az észlelésre biztatott, és éjszakázott, és hát ez a Hentse főutca 54-es szám. Itt is született, és itt is nevelkedett, és hát itt akkor utolsó évvel itt élt, és itt halt meg a Béla. Igen. Hát ez pedig egy nagyon kedves, sőt, hát nagyon méltó megemlékezés. A MCE, nevezetesen még Mizser Attilának is köszönhetően javasolták, hogy ez azt hiszem a Kulin, igen, a Kulinnak volt egy olyan kisbolygója, amit a Kulin fedezett fel, de később erősítették meg, hogy ez kisbolygó, és nem volt még elnevezve, csak sorszámozva volt. Még szabadon el lehetett nevezni, és akkor javasolták ők, hogy a Szent Mártoni nevet kapja. Aki hát látjátok, hogy ez mikor történt? 94-ben, ugye? 94-ben, igen. Igen, 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 Szent Mártoni. És igen, igen, igen. Igen, az ő nevét viseli ez a kisbolygó, és hát gondolom jó sokáig emlékeznek rá majd az emberek, hogy létezik. Ez így jelent meg egy könyvben, a Somogy megyei temető kataszter híres embereit felsorolták, és le is írják a Béla az élettörténetet, így csillagászkodott úgy, de ezt a képet tették be. Ez az apjának a sírja, a Bélai mellette van. Így jelent meg igen, ez az ő sírja, a szomszédos sírban nyugszik, egy horizontális napórát csináltattak egy képzőművésszel, a Juhász Tibiék, a Juhász Tibi Göncörtársaság, meg Albíró címen, hát látjátok, rá is mondjuk, Albíró, az árnyékvető pálcára van az Albíró írva, és ott, hogy Szent Márton illető eddig élt, és ő itt nyugszik a Hentsei temetőben. Azt hiszem, nincs több. De van, jó, még erről igen. Igen, még van? Még mennyi egyet? Igen. Hát itt a bizonyos kávé, ami hát éltette, és nagyon barátságos, kedves, jóindulatú ember volt, aki hát reggeltől estig, hogy mondják, két végén égette a gyertyát, tehát igen, a kávé pénzt itt szedi éppen be. Munka, na, igazi amatőrség, nem volt profi csillagász, értsétek, volt egy munkahelye, először a Kaposvári megyei tanácsnál, később a megyei kórházban ilyen hivatalnoki beosztásban volt, és hát ott ő élt, és akkor nyilván szabad idejében és hétvégén és esténként csillagászkodott. Ennyi. Köszönöm szépen, kedves Sanyi! Megidézték az öreg Bélát. Most még tovább idézzük. Újvárosi Anti jóvoltából. Ugye a Béla a mi generációnak tulajdonképpen egy generáció idősebb tagja volt. Tulajdonképpen apánk lehetett volna. Sokszor volt is. Bedrótozzák az Antit, és utána mondhatja. Hangzik? Hallatszik? Hallatszom? Hallatszom. Hát néhány szerint kis adalékot szeretnék hozzátenni a Sanyi megemlékezéséhez. Kár, hogy nincs itt több ilyen régi albireós amatőr csillagász, akik jól ismerték Bélát, és hát jól ismerték azt a
azt a történelmi háttért, azt a milliót, amit Sanyi is itt próbált ecsetelni, hogy végső soron a most kezdő, most induló amatőr csillagászok valóban el se tudják képzelni azokat az idézőjelben mondva kőkorszaki körülményeket, ahogy ez a mozgalom szárnyra kapott, és gyakorlatilag néhány hónap, egy-két év alatt az egész országra kiterjedő országos észlelő amatőr csillagászati mozgalom jött létre. Kattintsunk a következőre. Bals, én mindig mellé nyomok. Tehát sima egér, bal. Ezt leteszem, mert ezt a végén akarom majd fénybe megmutatni nektek. Kérem szépen, 1968-as esztendőben, ugye Egerben az 5. országos CBK találkozón alakult meg a baráti kör megfigyelő csoportja Nagy Sándor és Párnicki József vezetésével. Tehát tulajdonképpen ez is egy évforduló, és abba a történelmi háttérbe szervesen bele, az amatőr csillagászati múltunkba szervesen beleillesztendő fontos dátum volt. És a következő évben, 1969-ben éppen Jósvafőn a karszkutató állomáson szerveződött egy amatőr csillagász kemping, az első amatőr csillagász kemping, amit a Földéség számában részletesen meg is írtak. A Barta Lajos volt ennek az egyik fő koordinátora. Szentmártoni Béla nem volt itt ezen a rendezvényen, de gyakorlatilag abba a pezsgő, észlelő amatőr folyamatba ez szervesen beleillik, és tulajdonképpen megelőzi azt az időszakot, amikor az Albira Amatőr Csillagász Klub létrejön és megalakul. Nem tudom, el tudjátok olvasni, ismeritek ezt a cikket, szerintem ennél ne időzzünk túl sokat. Elképesztő volt az, hogy gyakorlatilag egy akkora kis lakóháló dolgozó szobában, mint itt a vizes blokk a hátunk mögött, képes volt Béla arra a hihetetlen erőfeszítésre, hogy munkaidő után Indigóval elkezdte sokszorosítani a kezdeti időszakban, a megalakulás követő hónapokban és még az egy-két esztendőben is, sokszorosítani azokat a cikkeket, fordításokat, amit a Skyen teleszkópból, az Astronomiból, de francia és német csillagászati folyóiratokból is fordított, még oroszból is, és ezeket az aktív észlelőknek, és főleg az észlelő csoportoknak, mert ez nagyon érdekes volt, hogy ilyen fürdszerűen, tehát mondjuk Pécs-Vasas térségében létrejött néhány észlelő, Karcag térségében néhány, Szerencs, Esztergom, Hajdunánás, sorolhatnánk ezeket a településeket, és soha nem egy ember volt, hanem mindig egy ilyen kis, mint egy kis szőlőfürt, egy kis észlelő közösség jött létre, és ezeknek mindig eljuttatott egy-egy ilyen fordítást. Nem számoltam meg, hogy hány ilyen készült, de az első években, mondom, Indigóval sokszorosított kiadványokat küldött szét, aztán már nyomdatechnikával készültek ezek. Ezekből az ős példányokból majd néhányat közreadok és megmutatom. Kérem szépen, az Atlas Coelit az amatőr csillagászok zöme nem ismerte csak hírből. Az Atlas Eclipticalisnek azt hittük, hogy az a Palomar Obszervatóriba készült. Tehát egyszerűen nem volt csak az 1,5 forintos uránia forgatható csillagtérkép elterjedve az amatőrök körében. És amikor az előbb említett mélyég és kettős észlelésekre buzdított bennünket Béla, akkor nagyon sokszor előfordult, hogy ilyen kézzel rajzolt, és nem kézzel sokszorosított, nem pauszpapírra, zsírpapírra, fésztolla rajzolt térképeket küldött ezeknek a kis észlelő csoportoknak, és ez alapján ezzel segítette a mi megfigyeléseinket. Nagyon sokszor előfordult az, hogy például oldalakat másolt ki, az egyik ilyen biblia volt a Burnham Celestial Handbook, ez 5 kötetben jelent meg akkor, és Béla nagyon furmányos volt, ugye
kaposvári kórházban dolgozott, és hozzáfértött mindenféle filmekhez. És hát ügyesen ő ezeket filmre vitte, és aztán ezeket is szétküldte az érdeklődő amatőrök körében. Egy levélidézet 1974, amint látod, megint itt egy üstökös. Előzmény lábjegyzet, hogy fantasztikus megérzéssel és fantasztikus nagy bizalommal bízta meg azokat az aktívabbnak mutatkozó észlelőket azzal, hogy egy-egy kis észlelőcsoport munkáját próbálják összefogni. Magyarán a rovatokat indította útjára, bolygók, üstökösök, majd változók, holdmegfigyelések, stb. És én alig végeztem le a gimnáziumot, szereltem le a katonaságtól, a 11 évű sorkatonai szolgálat, fölkért arra, hogy az üstökös rovattal próbáljak foglalkozni, a Tóth Sanyi a bolygókkal is, sorolhatnánk így tovább. És rögtön bele is estem a mélyvízbe, 1974 tavaszán ugye megjelenik a Bradfield üstökös. Tessék? Most már csak az kell, hogy kiderüljön. Ja igen, végtudtam, elolvasom. Akkor amint látod, megint itt egy üstökös, mert ő hirtelen gyártottam egy körlevelet, egyidejűleg minden alktagnak megküldve, plusz az Urániának felkiáltójel. Most már csak az kell, hogy kiderüljön és lehessen észlelni. Többet nézek ki ebből, mint a Kótekből, majd elválik. Valóban a Kótek üstökös, ugye az Észharad üstökösének volt beharangozva, aztán egy nagy csalódás volt. Remélem, sok észlelést fogsz kapni. Most többet írni egyetlen percem sincs, még a héten írok bővebben. Üdvözlette, barát üdvözlette Béla. És kérem szépen, néhány sor, néhány körlevél szétment az országba, és dőltek a megfigyelések. Nem volt egy extrém üstökös, de a begyakorolt, mélyig megfigyeléseken edződött amatőrök elkezdték rajzolni aktívan ezt a viszonylag halvány üstököst, és az észlelő lapokból kimásolt kis vázlatocskák, azok, amiket én így learchiváltam, mutatják, hogy hát elég aktívan észleltek az észlelőtársaink. Még néhány ilyen rajzot beraktam, a West 1975N üstökös, amelynek ugye a mag felbomlása itt kezdődött április elején. Ekkor még nem tudtuk, hogy ez a babapiskóta azt jelenti, hogy négy darabra szakadt a magja, hanem a következő hónapban megjön a Skyen teleszkóp, aztán igazolta, hogy ez valóban így van. Vagy a Kobayashi Berger Milon üstökös 1975 nyarán, egy picit a Holmes rokona volt, nem fejlesztett látványos csóvát, de egy nagyon nagyfejű üstökös volt, és pont abban az évben, azon a nyáron jelent meg, amikor 1975. augusztusában Hajdunálláson volt a Csillagászati Szakkörvezetők Országos Találkozója, és valami fantasztikus mennyiségű észlelés gyűlt össze, amely aztán ugye az Albiraóban is megjelent. A technikai színvonalról 1975. Ez kérem szépen el van írva, mert szerintem ez 74-02-17. Nyíregyházi Tanárképző Főiskola terasza, ez a nyugati irány, itt ment le a nap, és a Vénusz Jupiter egy 4 szekundumos exacta Varex fényképezőgéppel. Körülbelül ennyit tudtunk asztrofotográfiából, legalábbis az észlelő amatőrök többsége, egy-két kivételtől eltekintve bizony ez volt a színvonal. Sanyi is említette, hogy egyfajta zarándok helyé vált a Hunyadi út 10 szám Kaposvárot, ahol gyakorlatilag minden héten megjelentek az ország különböző részéből érkező amatőrök. Itt ugye Szentmátoni Béla mellett a tragikus hirtelenséggel 1975-ben elhunyt Tóth Sándort, az egykori bolygórovat vezetőjét látjuk, Hevesi Zoltánt, sziluettben Szentmátoni Bélát, itt pedig az éppen katonaságát töltő üstökös rovatvezető Újvárosi Antal. Házi feladat, kiemlékszik erre a képre? Hát aki olvassa a Meteor című folyóiratot, akkor a legutóbbi egy év egy kép rovatnak ez volt az illusztratív illusztrációja. Ugye pontosan 34 esztendővel ezelőtt az Ózdon került megrendezésre a CBK 8. találkozója,
és bizony, hogy azt hiszem 20-22, akkor már nagyon aktív, nagyon lelkes albireós is megjelent ott, és ez egy kis albireós szekció jött össze, és ez nagyon meleg hangú baráti összejövetel volt a CBK találkozó árnyékában. Hát többet akartok róla tudni, akkor tessék elolvasni a 7-es-8-as meteort. Néhány idézet. Hát Béla is szenvedett az időjárástól sokszor. Ez már az a periódus 74-ben, amikor már ő is aktívan elkezdett változózni, és azt mondja, még egyetlen észlelésem sincs. Hátrább kell jönnöm, vagy... Igen. Azt mondja, ez azért történelmi időpont, mert a bekeretezett részben azt mondja, hogy a júniusi szám közel van a nyomdai előkészületekhez, de megy az ügye a francia csillagtérkép sorozat 32 darab sokszorosításának is. 1974-et írunk, és ez volt ugye az RDC Atlasz, amit sokan ismertek, ugye ez a 32 lapos az Albireo Klub által kiadott csillagképenkénti bontásban azt hiszem 7,5-ös, 7,5 magnitudóig, és ettől az időszaktól kezdve rettentő módon ugye aktivizálódott is a társaság, hiszen végre olcsó és viszonylag a kor színvonalához képest nagy teljesítményű térképek álltak a rendelkezésünkre. Ez azért is volt érdekes, hogy a 75-ös év, mert akkor jelent meg ugye a Nova Cygni, ami egy észlelési hullámot külön elindított az országba. Ahogy Sanyi is említette, eljárt észlelőtáborokhozba, szakkörökbe, továbbképző tanfolyamokra, ugye ez a 76-os karcagi, sajnos a képen látható emberek közül már többen nincsenek közülünk, például a Karászi Pista sem, aki az egyik szervezője volt itt a tábornak. Kiemelés ebből a levélből, nagy Jós volt a Béla, azt mondja, a kecskeméti Pap Sándornak küldtem észlelési útmutatókat, s már albireókat is. A napokban ő is írt, tényleg úgy látszik, hogy jó fej, s észlelni is fog. Pap Sándor, kérem szépen, jelenleg ugye a mai napig is a változó észlelők között ugye a topon van, és mindig dobogós helyzetben. Másik érdekes dolog, azt mondja, működésbe helyeztem Garbera Pista 5 inches Jaggers objektívét, ugyanarra az állványra szerelve, amelyen a 9,2 centis refraktor volt, teljesen rezgésmentes most is. Sajnos még csak keveset tudtam észlelni vele, de mint RFT, tehát mint nagylátómezű fényerős távcső, változókra is mégre nagyszerű lesz. Kísérleteztem bolygókkal is, meglepően rossz a kép, már százszoros nagyítással is. Tehát amerikai optika akkor se volt mindig fenékig tejfel. Van még egy tragikus hírem is, szeptemberben meghalt a Kukarkin papa, ugye Kukarkin professzor, külön körlevél jött a Szovjet Tudományos Akadémia Csillagászati Tanácsától, de azt nem írják meg, hogy hány éves volt. Tehát ez is azt jelzi, hogy amellett, hogy Béla a hazai észlelő amatőrökkel nagyon aktívan levelezett, bizony az Egyesült Államoktól kezdve az akkori Szovjetunióig nagyon komoly intézményekkel, intézetekkel és amatőr csillagászati társaságokkal állt aktív kapcsolatba. Azt hiszem, ezt Mizser Attilától kaptam ezt a fotót, hogy haza beszéljek, ugye a Kecskeméten a Csokonai út 1 szám volt a kecskeméti amatőrök egyik nagyon fontos észlelő bázisa a 70-es évek végén, ez Pap Sanyiék lakása volt, Újvárosi Antal, Pap Sándor, Mizser Attila, Berente Béla és a körünkben hátul ücsörgő Bagó Balázs. Kicsit viharvert Albireo reklámplakát 1978-ból, középen Gombos Gábor, és ugye Pap Sanyi és Újvárosi Tóni. Mindenki dohányzott, és úgy látom, itt kecskeméti barackpálinka van. Itt meg a Fixi Show megette. Ez Kecskeméten a 4. emeleti lakásunkban. És hát ugye Béla
Ő maga is tervezett, ugye ezt kevesen tudják, és a Sanyi által mutatott Skyline Teleszkóp cikk egy része arról szól, hogy Béla kifejlesztett egy új típusú plusz okulár rendszert. Ezt több helyen le is írták, azt hiszem, hogy a USTBA honlapján is ez megvan. És ugye nem csak a tükörcsiszolással foglalkozott, hanem egyáltalán, ami a csillagászati optikákkal kapcsolatos volt, az mind érdekelte, és egyfajta ilyen innovatív és segítő szándékkal mindig érdeklődött az ilyen fejlesztések iránt. Itt éppen Berente Béla valami új szerzeményű, én nem tudom, de talán Zeiss Ortónak tűnik, mutatja Bélának az elmaradhatatlan kellékek, méregerős fekete kávé, pici pupillatágító és ezüst Kossuth cigaretta. Ez a Kecskeméti Csillagászati Szakkör tagjaival meglátogatta, ez a 70-es évek, ez 77-78-ban lehetett. Olyan embereket ismerünk fel, ugye, mint Tóth Zoltán, meteorológus, csillagász, Berente Béla, Katanics Sándor, ő azt hiszem fizikus lett. Megmondom őszintén, a többi fiatalnak elfelejtettem a nevét. Szégyen és gyalázat, én voltam a szakkörvezető, elfelejtettem. 78. június 3, hát már megint ide vett a fene egy üstököst. Igen, a üstökös kémek jelentették, hogy te bevonultál, ugye fél évre megint beírta a katonának. Nem is ez az érdekes, hanem Béla konzervatívan vizuális észlelő volt. De ugyanakkor kacérkodott szerintem a technikai fejlesztések irányába is. Azt mondja, most vettem egy Zenit gépet, ugyanis az a tervem, hogy átállok a nap fotografikus észlelésére, a gép objektívje nélkül, okulár projekcióval, a 6-3-as refraktorra. Magam is kíváncsi vagyok, hogy fog sikerülni. Én nem emlékszem rá, hogy végül is fotografikusan észlelte. Ezt Iskum Jóska tudnám megmondani. 78. Humor a javából. Idézem. Hazaértem szerencsésen Budapesten, az Isten lovát, gyerekek, nem tudok olvasni közelről. Még elértem a csatlakozást. A vonat nem helyegyes volt, ahogy végigmentem a kocsikon, találtam egy kalauzt, aki megnyugtatott. A számok a kocsikon nem jelentenek semmit. De viccesebb volt a déli pályaudvaron, rohanok a Somogy Expresshez, nézem a kocsi számokat, ez helyegyes volt. Látom, hogy minden kocsi számtábláján ott van a számjegy előtt, hogy Pécs. Keresek egy kalauzt a vonat mellett, kérdem, nem ez a Somogy? Dehogy nem. De a Pécs felírás nem számít. Azt mondja, Szentmártoni Béla és a vasutasok. Találkozók, szakkörvezetők, 5. országos találkozó, 81-ben volt Leninvárosban. Leninvárosi csillagvizsgálónak a vezetője az Dalnoki János volt. Abban az időben a Szabó Gyula bácsi, a miskolci uránia vezetője, Kulin Gyulka bátyánk, úgy szólították az öreget, hogy na mi van, meg vagy még vén karalábé tolvaj. Hát itt lehetne szemelgetni, hogy ki mindenki van a képen, szerintem ne húzzuk vele az időt. Szentmártoni Béla itt van. Egyébként ezt nyugodtan lemásolhatjátok ezeket a képeket, ez jó, hogyha megvan az archívumban. És innen tettünk hortobágyi kirándulást is, ez azért volt nagyon érdekes Béla számára, ugyanis téli kucsmát itt vásárolt a Hídivásárba. Okos ember ugye nyáron készül föl térre. Szóval emlékezetes volt, jó volt. És én azt hiszem, hogy záróképként talán ez foglalja legjobban össze azt, amit a Meteorban a szentmártoni visszaemlékezésre is leírtam, hogy én azt hiszem, hogy Béla nagysága abban rejlett, hogy tökéletesen azonosulni tudott azzal a kulini hitvallással, hogy minél több ember számára mutasd meg azokat a égi csodákat, amit te megismertél. Hát Béla erre törekedett, és az évforduló kapcsán itt külön meg kell említeni Kemenesné Babit, aki a maga módján, a maga eszközeivel ugye évtizedekig ugyanezt a tevékenységet folytatta Pécs városában.
Hát köszönöm, hogy meghallgattatok, én ennyit gondoltam elmondani. Vegyük le. Tihanyi Pistát látjuk, halljuk. Béla képet adjál be inkább. Persze. Szóval a lényeg az, hogy hogy ismertem meg a Bélát. Mi menjek középre. Szóval, hogy hogyan ismertem meg a Bélát. Ez úgy történt, hogy 60-as évek közepén, vagy 67-ben megjelent a Földés égbe egy cikk, a Fényerős távcsövek szerelmese, és az a Szentmátoni Béláról szólt. Arról szólt, amit itt a fiúk már elmondtak, ugye, hogy főleg az RFT-ket kedvelte, tehát a rövid fókuszú teleszkópokat, és ők hát állandóan ugye a mélyeget, az üstököseket akkor még ő nem nagyon észlelte, de mindenkit arra buzdított, hogy a ködöket, a halmazokat, galaxisokat észleljük. A cikk végén, az szerepelt, hogy az első három embernek ő csiszol egy fényerős tükröt. Én írtam akkor neki, és nem is számítottam arra, hogy ez tényleg meg fog valósulni, és el is készítette a tükröt, kaptam tőle egy 12 centis, igaz, hogy nem pont nagyon fényerős, de egy F6-os Newton tükröt. Aztán rá egy évre behívtak katonának, most pont aktuális volt ez a kép, igen, behívtak katonának, és mivel műszerész végzettségem van, beválasztottak egy ilyen híradós kocsiba, illetve szerviz kocsiba, és Dunántúlon az összes nagyvárosban ilyen vezetési pontokon az elektromos berendezések ellenőrzését azt néztük végig, és így kerültem Kaposvárra. És a Hunyadi János utca 10 alatt ugye fölkerestem a Bélát, és hogy a Tóni is elmesélte, olyan picike volt a szobája, hogy az akkor ledöbbentett engem. Egy darab rezsó az asztalon, mellette egy halom papír, tele könyvekkel, meg mindenfajtaféle folyóiratokkal ugye a polcai. És hát akkor én nekem minden újdonság volt, mert akkor láttam életemben először csillagtérképet, holdatlaszt, meg ilyeneket. Olyan volt ez, mint mikor a kisgyereket beengedik az édeségboltba, körülbelül olyan volt. Aztán várjatok csak, nem tudom pontosan a dátumot már. Vele kapcsolatban egy érdekes sztorit mondok, mesélek, az tényleg a Bélával nagyon kapcsolatos. Főleg az okulára akarok visszautalni. Pesten a tanértnek volt egy olyan boltja, hogy Uránia bolt, és az a Lenin körúton volt, igen. Hát az lehet, hogy a 90, arra már pontosan nem emlékszem. A lényeg ennek az, hogy ott láttam először okulárokat. Méghozzá Zeiss mikroszkóp okulárokat. És ez a nagy szám volt abban az időben, ugye a többiek már említették, hogy ez szinte hihetetlen volt, nem lehetett semmilyen dolgot kapni. És 176 forintot, hogy a Karcsi az előbb elmesélte nekem, a másik, amit vettem, kettőt vettem összes, az meg 235 forint volt. A Bélának írtam egy levelet, hogy vettem két ilyen okulárt, és azt mondta, hogy küldjem el hozzá, mert ő azt majd meg fogja nézni, és hogy az milyen. Erre körülbelül egy a három hét múlva jött egy csomag, visszajöttek az okulárok, de azt hittem, hogy rögtön dobok egy hátast. Képzeljétek el, szétszett az okulárokat, szétfűrészelte, ilyen műanyag toldalékokat, meg egyebeket tett. Most, ha nektek lenne egy, mit tudom én, valami menő okulár, és azt odaadnátok valakinek, és így kapnátok vissza, akkor nem tudom, hogy mit szóltatok volna hozzá. És meglepő, egész jó volt. Tehát jobb volt, mint az eredeti állapotában. Ez csak egy kis adalék, amit a Tony mesélt, hogy tényleg valóban ezeket a műszaki dolgokat nagyon kedvelte. Na te röviden ennyit, most hirtelen ez jutott az eszembe. Hát rengetegszer találkoztam vele, sokat voltam Kaposváron, és az Albireo meg az Urániások között mindig vérig menő fotballmeccseket játszottunk. Ha valamelyikünk haragudott a másikra, akkor voltak belépők persze, de
ez mindig a normális keretek között zajlott. Hát röviden ennyi, most ez jutott az eszembe. Személyesen a Hunyadi János utca 10-be. Persze. Mint katona ruhába, igen, igen. Na, mesélj el még a lírát, amiféle indít tartott, és utána indult be az albireon. Jó, hát az már konkrétan már nem nagyon emlékszem rá, mert nagyon rég volt már, úgyhogy. És valakinek még? Mát is? Te el... különösebben álljak körben. Gyere, igen, gyere. Ragadj egy mikrofon. Így van. Bedrótozzalak, vagy inkább ilyenbe beszélsz? Inkább olyanba beszélek. Inkább ilyenbe. Rász bemutatkozott, hogy Gombás Géza, és kíváncsi volt a távcsőre, egy 23,5 centis Newton távcső volt a Csilibe. Feljött, illetve az érdekes az volt, hogy Pestezsébeten a lakóhelyemen keresett meg az Erdély utcába, utána fölmentünk a Csilibe, és ő mesélt arról, ugye, hogy Kaposváron mi történik, ha van egy Szent Mártin a Béla nevű úr, aki csillagás csoportot hozott létre, távcsövet készít. Nekem az még egy kicsit olyan, ott volt egy távcső, annak én örültem, ugye, és kicsit egy olyan, hát távol van, nem lehet tudni, hogy az információk nem úgy áradnak. A uránia csillagvizsgálóban se szerettem abban az időben fölmenni, fölmentem, a túl okos gyerekek voltak, és attól megfájdult a fejem, és lejöttem. A Bélával később úgy találkoztam, hogy valamilyen módon azért elkeveredtem különböző helyekre, például az Urániába is, és Gyuri bácsinak valami miatt megtetszettem, mert elküldött a Csilebérci úttörő táborba, csillagász szakpróba táborvezetőnek. Ugye én úttörővezető voltam egyébként már akkor, az érettség után volt, és a Somogyi Klára volt a lánycsoportnak a vezetője. Nem tudom, a régiek közül van, aki őt ismeri. A fiatalabbak között, aki nézte meg azt a tévébe, a Mudzsahed Zolinak a mamája. Ne? Semmi? Az énekes zongorista srác egyébként, ügyesség. A Somogyi Klára a Nagy Sándorral észlelgetett annak idején rengeteget, például a Nagyvárad téren a Gambacast, és akkor több hónap észlelés után megalapították, hogy Gambacas nem változik. Na most ez azért fontos, ugye, hogy ott voltam a Csilebéci táborban, nagyon érdekes, hogy a rajvezető helyettesem egy Tont Sándor nevű hajdunánási srác volt, egy rendkívül, első két napban kellett nekem ezeket a gyerekeket kiválasztani, és rendkívül értelmes, érdeklődő volt, és ő mondta, hogy ő foglalkozik csillagászattal, de azt hiszem albíra volt, akkor még nem létezett, 1968-ban volt, 68 vagy 67, 66-ban, bocsánat. Van egy csoportképem is, ugye, hogy a Tóth Sanyi lennül az első sorban, én meg mögötte, hogy hát komoly úttörők voltunk akkor. Hát ez egy ilyen csillagász csoport volt, tulajdonképpen csillagászattal, a csillagász szakpróba csoportja, és úgy látszik, hogy jól csinálhattam a dolgokat, mert Aurél bácsi, illetve nem Aurél bácsi, hanem a Gyuri bácsi egyszer csak mondta nekem, hogy nem sokára fog jönni az Almár Iván a Csillagászok Kutató Intézetből, és várjam meg. Én nem tudom, miért voltam az Urániába abban az időben, hogy ritkán mentem fel, azt hiszem valami most pontosan az úttörőtábor miatt. Ugye, hogy hát én beszámoltam róla, hogy mik történtek. Jött az Almár Iván, és kiderült, hogy engem főküldenek Nyári Mikulásnak a csillagvizsgálóba, és az Almár Iván csoportjában ugye mesterséges hódészlelés folytattak, és ott én különböző korrekciós munkákat kell elvégezni az észlelésnek a korrekciós munkát. Én megnéztem, matekozni, olyan hülye voltam, hogy az nem igaz. De érdekes volt, fölmentem, akkor már a Gesztesi Albert ott volt, mint kutatási segédelő, ugye, aki később kollégám lett a planetáriumban legutolsó pillanatig. Aki emlékszik, most a Meteorban volt egy cikk, szem több részből állt a Illés Erzsikének a cikke. Hát egy fiatal házaspár volt akkor, a Almár Illés házaspár, akkor született a kislányuk. És én ott dolgoztam velük. Egy ilyen tézé, ja, és akkor van egy fénykép a Meteorban, hogy a Gesztesi Albert áll egy ilyen furcsa szerkezet, mert ami tézékának néz ki.
És hát ott kellett különböző korrekciók. Egy fénykép, lefényképezték a mesterséges hold adatokat, és akkor azt előhívták, a Tali Kopmány dolgozott még ott, és nekem az adatokat föl kellett vinni egy nagy grafikonra, és akkor ilyen refrakciós műszer, meg ilyen korrekciókat kellett elvégezni. Ami az érdekesség volt, hogy be tudtam menni a könyvtárba, illetve beengedtek, vagy bevittek, meg akkor kapott a csillagvizsgáló egy új szerokomparátort, és a Balázs Béla rohangált, mert nem tudta kinek megmutatni. Akkor elkapott és megmutatta. Tehát így akkor kerültem bele igazán ebbe a vonulatba. És 1966-ban történt a szegedi találkozó. Én akkor ugye fönn voltam, azébe voltam Csillebércen, akkor fönn dolgoztam az Almár Ivánnál, és az Almár Iván mondta, hogy ő is megy a szegedi baráti kör találkozóra, ugye, mert előadást fog tartani az Asszia Gioi, vagy nem tudom, hogy így kell, Olasz Csillagvizsgában dolgozott egy évig ösztöndíja. És elmentem Szegedre, és hát ott ugye az ember belecsöppent, de több, nem ez volt az első találkozom, azt hiszem, hogy Győri Tala volt az első találkozó, és Szegeden ott már volt egy rengeteg ismerősöm, például egy Bizsók László nevű úriember, akire igen, ufós, meg nagy szetis emberke, akkor ő még teljesen normális amatőr csillagász volt, és ügyes műszerész, és ő mutatott meg be Szentmártoni Bélának. Hát az a Bizsók László egy siófoki volt, és hát valamilyen módon találkozott a Bélával, és ugye, mint műszerépítő, és akkor ott a Bélával beszélgettünk, ő kérdezgetett engem az mit csinálok én, ugye Pesterzsébeten a csili távcsőről, mi a távcső, és akkor ő mesélte nekem, hogy ő csiszolt egy 20 centis kasszegrén tükröt, és az lent van egy pesterzsébeti öreg bácsinál, aki ott a helyi ezermester volt, csak aztán meg is látogattam az öreget, és így mondta, hát igen, a Szentmártoni Béla csiszolt a tükröt, és így kirántott egy asztalfiókot, és egy nagy csattanással így egy tükör így előre csúszott. És akkor így megnéztem, ugye ez volt a Szentmártoni Béla tükre. Aztán később a Bélának írtam. Hát én kevésbé voltam erre kapcsolatban, mert utána ezt én bevonáltam katonának. És amikor beindult az albíró, azt én úgy tudtam meg, hogy a csepeli munkás otthonban lettem aztán szakkörvezető, és oda küldte a Béla a albíróokat a szakkörbe. Valószínűleg találkozott az öreggel, akkori szakkörvezetővel, aki a 50 centis távcsövet tervezte, és ugye lekerültek ezek a ilyen stencilezett papír, ugye, és hát egy ilyen erősen pártközpontú, meg erősen vonalas helyen, ugye, a csepeli munkás otthon, a Csepel műveknek a munkás otthona, ez elkerült a párbizottságra, ott jó alaposan átnyalták, hogy mik ezek benne, és akkor ráírták, hogy hogy kiadható, és akkor bekerült a szakkörhöz, és úgy kaptam meg. Hát a kettes szám volt, az első a nagy, azt nem tudtam megszerezni. Én meg gondosan hazavittem, ugye, mert senkit nem érdekel. Ugye itt jöttem kapcsolatba a Bélával tulajdonképpen. Én akkor nem nagyon észleltem, mert voltak egyéb dolgaim, de Bélával azért levelezgettünk. Ami viszont, na később aztán mégiscsak ilyen szaturnuszos lettem, ugye a Gombos Gabival csináltuk, akkor a szegény Tóth Sanyinak a bolygóészelési útmutatóját azt átdolgoztuk, és volt egy aránylag érdekes munkám, ide szóba került ugye, hogy a Atlas Borealis meg Ekliptikális nekem megvoltak. Ekkora Atlas, most is fel van a szekrény tetején, néha belenézek, mert üstökösök így szalaszét mennek rajta, hogy minden üstökös gondosan berajzoltam, hogy aztán a Pestezsé, hát nem volt nekem binokli, mert nem tudtam mivel nézni, a csili távcsővel meg azért egy-két üstökös lehetett megtalálni, azért ott is akkor is volt már fényszennyezés, tehát nem nagyon tudtam leészteni. Az első észlelésem az a vesztüstökös volt, amit rajzoltam 7x50-esre, azt is Pestezsé, akkor már Vecsésen laktam, és elküldtem a levelet, és bemutatkoztam a Újvárosi Antinak, és magázó viszonylag. Igen. Na most a Bélától kaptam egy olyan feladatot, hogyha megvan nekem az Atlas Ekliptikális meg Borealis, akkor planetáris ködök kereső térképeit rajzoljam le. Hát az úgy nézett ki, ugye, hogy volt egy óriási üveglapom, egy elég vastag szerencsére, ráfektettem azt a megfelelő lapot, és akkor pauszpapír, ami nekem volt pauszpapírom, ugye szépen átrajzoltam a térképet. Nem tudom, hogy kinek van ilyen a régiek közül. Neked megvan, igen, középen egy kis karika ottan 7-10 manitudóig volt, ugye az Atlas Ekliptikális, és a többi az meg a 7,5-ig. Használható volt. 40, megvannak a levelek egyébként, a Bélának a levelei, mert 40 térképet rajzoltam,
és azt sajnálom, hogy a Béla csak 25-öt választott ki belőle, és ilyeneket kihagyott, ami a kezdőknek alapfokú lett volna, hogy az M57-es, hogy az M27-es, tehát azok a könnyen látható észrevehető planetárisok. Ami az érdekes volt, hogy ezeket a 80x2-es távcsővel megpróbáltam végignézni, egy F-15-össel vecsésről akkor már nősember voltam, és hát volt, amit nem láttam. Ott történt az a dolog, hogy tötesen volt egy okulás spektroszkópom, és megnéztem a planetáris helyét, és ugye minden kis szőrös csillag volt, ráraktam a spektroszkópot, és akkor a csillagok spektrumok lettek, a planetáris meg ott maradt, ugye a O3 körbe. Na, ezt a Berko Ernőjék nyomtatták ki. Ugye hát eddig tartott a kapcsolatom a Bélával, mivel ugye nem észleltem, aztán megszűnt az albédó, aztán a budapesti találkozón megbeszéltük, és akkor egy ideig kaptam még a dolgot, akkor a planetáriumban dolgoztam. De elmondhatom, hogy azért mindig végig jó kapcsolatban voltam. Hát én nem igazán, a Papsanyinak is fő volt írva, hogy a észlelő Mát is, nem inkább éhes Mát is, mert rengeteg egy zabát, amikor náluk voltunk a Papsanyéknál. A Bélánál én voltam személyesen, azt hiszem a kaposvári találkozón elmentünk. Az a Lenin utca 20 volt, vagy nem? A Hunyadi 10 és a Lenin utca 20, igen. Ami érdekes volt, mert egy listán a csillagos égboltban, ugye voltak a alapító tagok a CBK-nak, és oda volt írva Szentmártoni Béla, Kaposvár, Lenin utca 20. Úgyhogy hát ennyit szeretnék elmondani. Ugye oda mentünk, és a szegény kis szobába, ugye, vagy 30 altőr csillagász ott szorongott, és természetesen ezüst Kossuth és a kávé. Ugye az az általános dolog volt. Hát köszönöm szépen, hogy meghallgattak, én tettem mondani. Ez csak annyit hozzáfűzni, hogy Lenin él, Lenin élt, Lenin élni fog. Sándor Györgytől orosztam el ezt az örökbecsű poént. Van-e még valakinek Szentmártoni élménye, visszaemlékezni valója? Finom volt a füstölt kolbász. Finom volt a füstölt kolbász, igen. Hol van távcsöve? Mádai Attila kérdezi. Sanyi az illetékes, ő informáltabb. Tehát a kérdés az, hogy hallja mindenki, még aki a felvételt hallgatja az is, vagy nézi, hogy Szentmártoni emlékgyűjtemény van-e, és ha van, akkor szívesen felajánlanád a nálad levő. Igen. Sanyi. Az ő által a kiadványokat összegyűjtöttük, azt feldolgoztuk, az fönn van a Csimaviban. Az albíró természetesen darabra. Van a Juhász Tibi féle albíró emlékoldal. Ott gyűjtnek ezek a képek, hát esetleg oda küldel, nem... Ja, ez, hát igen, az eszköz. Mondtam, hogy a Gyarmati Pista mélyékfordításait dolgozza föl és csinálja. Az eszközökkel mit csinálják? Hát értem, hogy mire gondoltok, hogy egy múzeum. Sajnos maguk a kaposvári amatőrök elég inaktívak ilyen szempontból, hogy ott hát nem gyűjtik fizikálisan az eszközöket. Igen. Hát úgy. Most ezeket lefotózni és internetre rakni. Hát most már mondom, eszköz, igen. Jó. Igen. Nem. Jó. Helyiség hiányában Kaposváron nem igen lehet elhelyezni. Igen, szóval tényleg. Nem sokat tudok, hogy hol vannak az ő egykori távcsövei. Kocsis Antinál valószínűleg van egy-két valami, ő ugye mindent gyűjt. De hát, hogyha lenne egy Szentmártoni távcső, ami biztosan az övé volt, akkor nyilván egy gyűjteményben lenne a hely, amit meg is lehetne őrizni. Hát jó kérdés. Jó kérdés. Azért tegyük hozzá, hogy készül egy Szentmártoni emlékkötet, ami ha nem is
távcsöveknek a gyűjteménye, de az ő tevékenységhez maximálisan kötődik. Schragner Márti elkészítette a teljes bibliográfiáját, ami egy nagyon hosszú munka volt, és nagyon sok cikk és írás van benne. Kesztei Sanyi pedig megírta az ő életének a kronológiáját, és sokan, nagyon sokan visszaemlékezéseket írtak, és ebből most remélem, hogy még ebben az év folyamán, a 20. évfordulóban még meg is tud jelenni egy ilyen emlékkötet. Őrizzük meg a Bélát, mert egy nagyon jó ember volt emlékeinkben. Még van valaki esetleg szemtanú? Lassan már a 40-esek sem nagyon találkoztak vele. Olyan amatőrök is vannak itt köztünk, úgyhogy szállnak az évek, a föld kering. Az Istennek se áll meg. Hiába akarom kiszállni. Hát én azt hiszem, hogy akkor befejeztük a mai esti programot, a hivatalosan meghirdetett programot. Szerintem valami kis vetíteni valónk talán lehet, hogy még van a tarsójunkban, be van készítve. Tekintve, hogy a tábor népe általában szét szokott széledni, vagy általános rémület keretében a szokásos szombatesti elmenekülést hajtja végre, nagyon nehéz összeszedni nem csak tábornyitóra, hanem táborzáró és az embereket. Aki itt van, azoknak örüljünk, és nekik bejelentem, hogy holnap reggel be lesz zárva a tábor. Most még működik. Figyelem, reggel 9-kor még lesz rendes menetrend szerinti reggeli. És a megállapodásunk értelmében 11-ig el kell hagyni a tábori bázist, főleg a szobákat. Mindenkinek köszönöm, hogy eljöttetek. Szerintem egy elég jó tábor volt. És ráadásul rekordtábor, mert 316 amatőrtárs vett részt rajta. A tavalyi tábor az olyan 307-308 fő körüli volt, tehát az is egy rekord volt. Szépen lassan emelkedünk fölfelé. És hát mindenben. Tényleg, Sanyi. 220 távcső eddig. 220 távcső, nem tudom. Jó. Lefordítom magyar nyelvre. Tehát Sanyi ismét megcsinálta a távcsövek összeírását, az úgynevezett távcsőkatasztert, hívhatjuk így. 5 évente ezt megcsinálod. 5 éve hányat is írtál össze? Olyan 100 darab körül. Most pedig 220 darabot írtál össze. Hát maximális tisztelet egy ilyenfajta összeírásért. Mindenkinek a podgyászából kirángattad a Bresser binokulárokat. Hány Bresser van? Hát olyan 40. 40. 40, az 200 ezer forintba került a 40 binokulár. Igen, igen. Hát ez... Még van egy gondom különben, ugye nincsen bezárva a tábor. Nem lenne-e valaki, aki nem én vagyok, mert én elfogult vagyok, hogy megírná a tábori tapasztalatokat. Hogy volt, mint volt. Tavaly az Edit volt, most nem, ne az Edit legyen. Mindig más legyen. Kezek erdejét láttam, mint minden cikk felkérés alkalmával. Első táboros ember nincs, aki számára ez teljesen új volt és sokkoló? Na? Aha, ott vigyorog egy. Na? Igen, ez azt jelenti, sajnos rád néztem. Mindenki ezt akarja. Köszönjük az önkéntes felajánlást. És a táncórát is a gyerekek nevében. Kerényi Lilla lesz a tábor megéneklője ezúttal, sajnos rajta vesztett. Mi lesz a ma esti program még, Gabi? Filmet szánunk mára. Egyik a Newton a sötét eretnek, ez egy ismeretterjesztő. Newton. Jó a címe, Newton a sötét ereknek. A másik pedig a Galaxis utikaros topposoknak. Galaxis utikaros topposoknak. Ki jött autóstoppal? Nyergeske, tényleg? Meg a gazdag Attila, ugye? Igen. Hát igen, érdekes.
A 70-es években mekkora divat volt az autóstop? Kezdte és ennyiben járt az országot autóstoppal, most meg mindenki autóval jött. Köszönöm, akasztják a hóért, igen. Köszönöm szépen. Tehát le is halkítom magamat, mert kiabálok. Hát igyekeztünk mindenkitől a itt készített csillagászati fotókat összegyűjteni. Én arra kérnék mindenkit, hogyha nem sajnáljátok, nem szégyeljétek ezeket a képeket, akkor szeretném, hogyha odaadnátok, szeretném, hogyha le tudnánk másolni. De azokat, amelyeket már megkaptunk, én úgy gondoltam, hogy még a filmek előtt akár most közösen megnézhetjük, így gyorsan szaladjunk át rajta. Tehát egy pici kis asztrodia show, illetve tábori életképek válogatás nélkül. A mostaniak, igen, igen. Három embertől már kaptunk képeket, úgy gondolom, hogy már most érdemes lehet megnézni. Maga az asztrodia show, tehát, hogy kapunk képeket, ez nem tudom miért elmaradt, nagyon kevés ember jött ide hozzánk, hogy képeket kapunk. Ez elmarad, úgy látszik. Maradnak az itten életképek. Akinek még van, és úgy gondoljátok, nagyon szépen megköszönnénk. Szeretnénk lemásolni mindegyiket. Akkor szerint asztrofotót is, emberfotót is, mindenfélét. Tábori életképeket. Visszaadom a mikrofont. Azt mesélde nekem, hogy ez a rengeteg felvétel, ami készült, ez ugye fel fog kerülni a médiatárba előbb, vagy inkább utóbb. Tehát aki nem volt itt, az... Aki nem volt itt, nagyon sajnálhatja, mi meg nagyon sajnáljuk. Ennek ellenére, amiket itt készítettünk, láthattátok, hogy egészen komoly technikai hátteret sikerült összetrombitálnunk. Köszönet ezért a barátaimnak, köszönet ezért a barátoknak, köszönet Tepinek, köszönet a Polaris csillagvizsgálónak, a félig meddig lebontott stúdiának, hát most itt van gyakorlatilag a nagy része. Köszönet a MÁV-nak, aki adott szintén egész komoly eszközöket. Köszönet Pércsi Kornélnek, akik egy Győri mozinak a hangtechnikáját adták nekünk kölcsön. Sajnos ez a mozi ez már bezárt, de a hangtechnikájának megfelelően itt van, megvan, ezt tovább használjuk. Hát igazándiból ezekből a felvételekből én két dolgot szeretnék készíteni. Az egyik az a mindenki által ismert médiatár, NSV, FLV formátumban majd hozzáférhető lesz. Határidőt ne adjatok, az sosincs, az nem jó, hogyha van, azt nem szeretem. A másik pedig a DVD formátum, tehát itt láthatatok egy DVD írót. Én úgy gondolom, hogy a DVD írónak a DVD minőségét kár lerontani, tehát ezt is érdemes megtartani. Én egészen biztos vagyok abban, hogy amit a Gyula itt mutat nektek, meg mutat most a nézőknek, most 21 darab DVD van, ami eddig a Polarisban elkészült. Ennek egyrészt a tévés, internetes, bocsánat, tévés, digitévéről fölvett film, egy másik része pedig a korábbi előadásaink anyaga. Mutasd a Kulin Szabad Egyetemeset, az a legfőső szerintem. Tehát itt van egy intő példa, vagy talán pozitív példa, majd eldöntitek, egy ehhez hasonló DVD-t szeretnénk csinálni ebből is, bár ahogy sejtem, a elmúlt három nap anyaga az legalább 4-5 DVD lesz. Tehát ez egy, az sem rossz, igen, ez a közgyűlésnek a DVD-je. Hát ezt a sorozatot szeretnénk folytatni egy olyan DVD vagy MTT 2008. Reméljük, hogy hagyományteremtő módon. Majd megmondjátok, hogy tetszik. Hozott anyagból, amit tudunk, ezt kihozunk. Én is köszönöm akkor a figyelmet egyelőre. Köszönöm.